egy kilakoltatásban folyamatban. Ez a néni 92 éves, akit ma az utcára akarnak tenni. Hát nem is akarom, hogy most már bejöjjön valaki, mert nem szeretném, hogy minket itt engem minden bizonnyal el fognak vinni a végén. Meglátjuk, hogy mi lesz a kimenetele, de nem szeretném, hogyha nektek lenne egy szabálysértésetek. Úgyhogy itt az utcán van egy bejelentett spontán demonstráció, tudomásul vették. Üdvözlöm Simó urat! És akkor meglátjuk, hogy mi fog belőle kisülni. Nem tartom valószínűleg, hogy itt az ablakon keresztül fognak bejutni, azért nem egy, azért vagytok itt, nem egyszerű azért egy ilyen ablakon kell bejutni, meg azért tesszük is volna. Az a lényeg, hogy itt legyetek az utcán, legyetek hangosak, amikor a rendőrök próbálnak behatolni, majd értesíteni fogunk benneteket. Úgyhogy aki ennek ellenére mégis úgy gondolja, hogy be szeretne jönni, az most jöjjön be, de természetesen semmi probléma nincs abban, hogy nem jöttök be. Tehát akkor még egyszer örülök, hogy itt vagytok, üdvözlöm Simó urat, a munkáspártól is, a Nem adom a házam mozgalom, az otthonvédelmi tanács, és hát mi koppányosok itt vagyunk bennünk rendszerint. Persze, remélem. Endre, ja. Endre, gyere ide, ha mondani akarsz valamit. Valamit akarok, hozd még ide egy picit. Még. Azért védje meg az ablakot, nagy bejönnek éppen. Persze. Hát a testemen keresztül. Magánbeszélgetés. Mondjátok. Így csak még egy picit rám. Nagyon röviden a jelen helyzet problémája a következő. Tehát egy igen régi ügyről van szó, a család. Mindennek próbált megtenni, majdnem biztosan 100%-ra lehet mondani, hogy egy mafia hálózat működik, hiszen túl, mint ahogy tudjátok, kézről kézre adták az ingatlan. Jelen esetben a végrehajtás törő nem azonos a tulajdonos személyével. Innentől kezdve nem is hajthatta végre a végrehajtó, ráadásul a tulajdonlapon van egy perfeljegyzés, ami szintén azt eredményezi, hogy végrehajtásnak nem szabadna megtörténnie. Ennek ellenére itt vannak a rendőrök, itt lesz a végrehajtó, megpróbáljuk meggyőzni a végrehajtót, hogy ez jogszabályellenes, és a rendőröket. Hát nyilván elsősorban a rendőröket kell meggyőzni, hogy ne hajtsa ezt a kilakoltatást végre. Tehát a rövid lényeg ez, most is jelen pillanatban intézkednek bíróságon közvetlenül. Az ügy érdekessége, hogy én magam voltam pár nappal ezelőtt a közvetlenül irodában, ahol azt mondták, leadtuk a papírokat, hogy intézkedni fognak. Tegnapi nap azt mondták a tulajdonos hölgynek, hogy meg fogja kapni a hölgy a birtokvédelmet. Illetőleg hozzáteszem, hogy már van egy birtokvédelme, csak ezt kellene megújítani. Érvényes birtokvédelem, de meg kellene újítani. Az önkormányzat jegyzője azt mondta, hogy a mai nap kellene oda menni, amikor a végrehajtó itt lesz, mert nem tudja előbb foganatítani a birtokvédelmet, csak ha elkezdik a cselekmény. Na most ma bement a hölgy, és azt mondták, hogy nem kap birtokvédelmet. Hát szégyelje magát ez a 11. kerületi jegyző, hogy így embereket képes megvezetni, becsapni. A bíróságon is ott vannak, a végrehajtónál tegnap a hölgy személyesen bent volt, több mint egy óra hosszát beszélt vele, én fölhívtam telefonon, és bekapcsolva hagyta a telefont, tehát mindent hallottam, kihangosítva, András megmondhatja, együtt hallgattuk. Arrogáns volt, szemtelen volt, nyomdafestéket nem tűrő hangon beszélt a hölgyel, megpróbáltam meggyőzni arról, amit tényként papíron igazolt felé, úgyhogy nem értek le a végrehajtót. Gracias.